Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkusz Egyetem vezetője. Szeretnék egy kicsit az adásról és a kapásról beszélni. Arról van szó, hogy például adnak nekem egy kis ajándékot, hogy örülök-e neki, vagy bármit. Örülök-e neki. Ha én örülök annak, hogy kaptam ajándékot, az annyit jelent, hogy benne van ilyen képesség, hogy tudok neki örülni. De hogyha örülök annak, hogy kaptam ajándékot, és a másik ezt látja, akkor ezzel a másik embert boldoggá tettem. Ilyen egyszerű. De ezt nem lehet megjátszani, mert vagy örülök, vagy nem. Tehát mindenképpen ki kell fejleszteni magunkban azt a képességet, hogy örüljünk az ajándéknak. Nagyon sok embert erről leneveltek gyerekkorában. Vagy azért, mert a szülei hidegek voltak, vagy azért, mert a szülei rideg tartásban tartották, vagy azért, mert sosem adtak neki ajándékot, vagy ha adtak, akkor nyögve nyelve néha-néha, max a születésnapjára, és sosem azt, amit ő szeretett volna. Tehát rengeteg variánsa van annak, hogy egy ember miért nem örül az ajándéknak. Ez azért nem jó. Ugye, ha nem örülünk annak, amit kapunk, akkor a pénz sem jön hozzánk. Ha nem örülünk annak, amit kapunk, akkor nem tudunk boldogok lenni. Mert ez a fajta elfogadás, egy ajándék elfogadása, ez a boldogságra való képességünket is jelöli. Mennyire vagyunk képesek boldogok lenni? Ha csak kicsi ajándékokat tudunk elfogadni, akkor csak kicsit tudunk boldognak lenni. Ha nagyobb ajándékokat el tudunk fogadni, akkor nagyon tudunk boldogok lenni. És ne felejtsük, hisz szeretnénk boldogok lenni, ugye? Ha valaki nem szeretne boldog lenni, azt kérem, írja oda be a megjegyzésekbe, hogy én nem szeretnék boldog lenni. De írja is oda, hogy miért, mert akkor egy nagyon furcsa ember. Én még olyan emberrel nem találkoztam, aki ne szeretne boldog lenni. Tehát ez egy nagyon fontos lépés a boldogsághoz. Ha adnak nekünk ajándékot, el kell fogadni. Mindegy, hogy mit, egy tollat, 50 ezer forintot, egy autót, bármit, ha önzetlenül adják. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra.